Na szóval, sziasztok srácok, én Hunter vagyok, és elkezdtünk a legújabb Brawl Stars-os ládanyítós videómhoz, és egy nem is akármilyen ládanyítós videót néztek éppen most jelenleg, ugyanis nagyon-nagyon brutális nyitásokat fogtok látni a mai videóban. Több live-ból is lesznek bevágva részek, több live-ból van összevágva ez a mai montázs, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon brutális, többek között egy egyéni, és hát lehet, hogy eléggé országosnak tűnő rekordot is láthattok, ahol egy akunton hát elképesztő mennyiségű új dolgot sikerült nyitnunk, úgyhogy kíváncsi vagy, hogy mik voltak ezek pontosan, mennyi minden is volt, és hogy még milyen nagyon-nagyon durva, többek között legendári karaktereket is sikerült nyitni, akkor mindenféleképpen maradj velem a mai videóban is. Na, srácok! Nézzük is a megaboxot, nézzük is a mai első megaboxunkat, ezt most csak szépen megvártuk a tettepet, rányomunk, és ott is van, srácok, be is adja a villogó itemet, nézzük meg, hogy gadget, star power, vagy esetleg ott viccen, egyből a mai első ládánkból, az első megaboxunkból, első villogó itemünkből az új karakter, hát ha srácok, és bizony ez az új Jean gadget lenne. Elsőnek szerintem jó ez. Mit szóltok, srácok? Kezdésnek szerintem nem rossz. Kezdésnek szerintem egyáltalán nem mondom azt, hogy rossz. Egyáltalán nem panaszkodok. Hogyha itt valami nagyon brutális dolog lenne, tehát mondjuk nyitnánk egy mitiket véglegát. És ott is van, srácok. Ott is van a 39 coinos láda. Ott is van bizony. Ott is van. Nézzük meg, hogy milyen karakter lesz ez. Bizony egy Daryl, egy új szuperer karakter, méghozzá az első szuperer karakter a srácnál. Dob ki a karaktert az ablakon is, a telefont az ablakon is úgy is. Már úgy biztos kipörögne a karakter, de szóval nem látnánk, mert tönkre megy a telefon, igaz? 66 coin nem adja be, Brawl Box nem adja be, Big Box 29, Mizu srácok, Mizu srácok. Na nézzük! Mizu, mi lesz benne? Milyen karakter lesz benne? És srácok, ott is van az újabb Super Rare karakter, úgyhogy még Róza is hiányzik neki konkrétan. De mi már bizony Carl-t nyitottuk ki. Írjátok, hogy szerintetek mi fog jönni. Hashtag legalább kijöttnek a chatre bíztatásnak. És akkor kisúj, drop, boom! És ott is van az új karakter, El Primo, akkor még ő is hiányzik neki, és még Róza is sajnos. Hát akkor még lehet, hogy Rózát is kifog... Ám, Rózát már nem fogjuk kinyitni, mert nincs több láda. Úgyhogy nézzük meg, srácok, hogy az elfoglalás taktika behozza a ravaszt, úgyhogy nem is látom már a képernyőt. Egyszer rányomok, na most reméljük, hogy villogott valami alul a sarokban, nagyon-nagyon reméljük. És rányomok még egyszer, hogy hát ha most pedig ott pörög ki nekünk szépen az arcunkba az új karakter. Mi van, szék? Hát vissza vagyok térve, srácok. Mizu! Elfordulás, srácok! Elfordulás! Ugye? Hát el kell fordulni, urak! Erről van szó! Erről van szó! Colonel Ruffs! Ez egy legendári, ritkossággal kinyitható karakter! Hát srácok! Ott is van! Nem nyitottunk ma még se epiket, se mitiket! Se legát, hát most egy kromatik, ami ugye legendári ritkasággal kinyitható. Kromatikot sem nyitottunk még, hát most már itt van. A visszaszerzés örömére, azaz. Hát komoly, hát mi a fácán? Hát Mizu szék. Hát mi van veletek, srácok? Hát Mizu. Ott is van, srácok, ott is van a legendári, ott is van a Colonel Ruffs. Erről van szó, az utolsó ládából elfordulásra lesz egyszerűen. Felfoghatatlan, hogy mindig beadja azt a kutya életbe, azaz. Szerintem azért. Hoppá, hoppá. Jól látom, az egy új item? Hát még persze, hogy egy új item, méghozzá egy új karakter. Ott is van, srácok, ott is van a Pam. Ott is van az új epikus karakter. GG. Orpower, srácok, még nem volt ma. Orpower, orrommal nyomom meg. Nézzük is. Bum! Léci! Orpower, srácok! Mizu! Hát a taktikák ma csak úgy beválnak, mint a rohadt élet.
Nyitottunk már elfordulással egy kromatikót, aki ugye legendary. És 7 item, ott is van a 7 item a Megaboxban. Boom! Erről is van szó, srácok. Nem kapkodunk, srácok. A lényeg az, hogy a kettő dolog villog a ládában. És az az érdekes egyébként, hogy ugye, ha jól, nem tudom, hogy tud ennyitni egyébként Gadgetet meg Starpower, de olyan 6-7 ezer kupa környékén van a gyerek, úgyhogy nem biztos. Nem biztos. Lehet, hogy mind a kettő karakter. Na nézzük meg, srácok, mi lesz az első, és akkor majd úgy is kiderül. Ha ez egy Gadget vagy egy Starpower, akkor ugye nyilván utána még lehet karakter. De ez egy Brawler pörök ki, akkor utána biztos, hogy még egy karakter jön. Úgyhogy nézzük meg, srácok, mi lesz. A ládában így tudott nyitni Gadgetet. Ejj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 
karakter lesz, vagy esetleg tud nyitni még egy gadgetet? Na ez egy nagyon jó kérdés. Ez most egy nagyon jó kérdés, srácok. Orrommal nyomom meg ezt is, hátha. Orrommal nézzük. Bum! Nem igaz! Nem hiszem el. Viszont a következő ládát füllel fogom megnyomni, full power, srácok. Nézzük, most ezt felemelem ide a telefont, és akkor valószínűleg úgy fogom kivitelezni, nézzétek. Hát ez nem jött be. Hát ez nem jött be sajnos, nem jött be minden. Nem jöhet be minden, srácok, viszont még mindig van egy, kettő megabox. Még megvan a 800 like, urak? 3 like kell a 800-nál, és akkor az utolsó ládát lábbal nyitom. Ezt a ládát viszont egyből nyomással fogom kinyitni, és 5 item van benne sajnos. És 5 item van benne sajnos. Egy darab láda van már csak az akunton is, meg is van, srácok, a 800 like. Hatalmas nagy királyok vagytok. Köszönöm szépen. Na, úgyhogy srácok, lábbal nyitás. Azt kértétek. Lábbal, nézzük. Rányomok először a ládára. És a nagy lábujjammal ott is van a hat item. Mizu. Lábbal nyomtam meg. Na srácok, most elvileg nem laggol. Na, szenzációs. Dropra nyitom, srácok, az új karaktert. És ott is van a kromatik! Ott is van az új kromatikus karakter! Ott is van bizony! Ott is van! GG, srácok! Ennek a gyereknek kinyitunk két epiket, és utána egy kromatikot kollektet, aki ugye szintén epic droplére nyitható ki, de azért három új karakter az nem semmi! Láb power, srácok, az első láda, amit lábbal nyitok ki, egyből beadja az új karakter. Na, srácok, közben hot itemes megaboxom, hogy jót elbeszélgetünk, de azért jó lenne kinyitni az új legendary karaktert, úgyhogy nézzük is meg, és bizony várhatóan ott pörög viszont az a bizonyos rare pokó. Viszont ezen túl a többi ládában már nem lehet ott a rare karakter, és van még több megaboxunk is. Sarokkal, srácok, sarokkal fogom nyitni. Az a baj, hogy nem annyira látjátok ezt, de higgyétek el, hogy sarokkal van. Látjátok szépen a gyönyörű szép lábfejemet, amin még egy zokni sincs, viszont a lábtaktika egyelőre nagyon beváltja az ígéreteinket, ugyanis 6 item, srácok. 6 item. 6 item. Hoppá. Na nézzük meg, hogy esetleg beadja-e. Ma eddig egyszer nyomtam lábbal, 800 like-nál, akkor új karakter volt. Megvan az 1000 like, nyomtam sarokkal. Nem lesz más. Mint egy Penny, bizony egy szuper rare karakter, ott is van a második szuper rare karakterünk, srácok. Tehát két lábbal nyitás, két új karakter eddig a mai mérlegünk, úgyhogy nem semmi ez a taktika. Többek között lesz itt a Brawl Pass-en is, mi az Isten, Trophy Road-on is megabox, illetve lesz itt rengeteg tier, 44 tier, ami megabox, ez már 4, 5, 6, 7, 8, és van geme a Brawl Pass-re, tehát nem 8 megabox lesz, hanem a Brawl Pass-t is meg fogjuk neki venni, és akkor 9, 10, plusz beclaim egyik Colonel Ruffs-ot, plusz 11, plusz 12, és még 20, what? Mekkora Isten már a srác, mennyi láda lesz már? Wow, srácok! Na, lényeg az, srácok, hogy a Daryl Vance-ként először is beclaimeljük a srácnak, ott is van az új nagyon-nagyon menő Daryl skin, illetve az ilyen coin és hasonló dolgokat is be fogjuk először is klémelni, a pintpacket azt majd kinyitjuk később, hát ha nyitunk új karaktert, és akkor már arra is tudunk ugye majd pint kapni.
A következő nagy-nagy feladatunk az mindenképpen az lenne, hogy beklémeljük neki az új legendás karaktert, az új kromatikus karaktert, aki Legend of Dropliten nyitató ki, Colonel Russell bizony, ott is van srácok. Ezt a karaktert ma már kinyitottuk, most viszont meg is vettük, pontosabban be is klémeltük a Brawl Pass-ről, így is van rendjén, és ott is van vele a quest. Szóval ezt a megaboxot akkor már ki is nyitom, ha már itt is vagyunk srácok. Mindenféleképpen ki is nyitom, meg is pöckölöm, hát ha egyből be is adja, hát be is adja srácok, hát be is adja, hát be is adja. Ott is van a hat item, nézzük is meg, hogy egyből kipöröge netalántán az új karakter, és nem. És egy gadget, és bizony egy gadget srácok. Jó lenne, ha ebben már egy darab villogó itemet látnánk ebben a 20 big boxban. Én azt mondom, hogy már azzal is megelégednék, és mennyire jó, hogy mondom ezt. Már az első ládában ott is van az a bizonyos villogó item, amire vártunk. És ez pedig egy újabb gadget bizony, egy újabb gadget, Rózának a gadgetje, illetve token duplázó. Na srácok, vágjunk bele a további nyitásokba, vágjunk bele nagy lendülettel, ugyanis nagyon-nagyon sok láda van ezen a fiókon, rengeteg megabox, mindjárt meg is számoljuk, ugye egyet már kinyitottunk a trofi oldalon, jön a rengeteg token duplázó is neki, hát meg is érdemli, és meg is érdemelné a két gadget mellé azért még az új karaktereket is. És ott is van valami, srácok, hát megérdemelné, hogy olyan nagyon jót nyissunk neki, és bizony még egy gadget, mi az Isten? Úgyhogy először csak a Brawl Boxok, mekkora lenne, ha már mondom, csak a Brawl Boxok, erre rányomok véletlen egy Big Boxra, és beadja. Hát, ilyen létezik. Hát persze, hogy létezik, és még egy gadget, te jó ég, mennyi gadget. Már 4 gadgetet nyitottuk a gyereknek, viszont mondom, hogy csak a Brawl Boxokat akarom kinyitni. Ha rányomok egy Big Boxra, az max a véletlen műve lehet. Nyilván csak Mythic, meg legadroptitű karakterek hiányoznak. Szóval, hogyha kipörög valami, az rohadt nagy. De már a hatodik item villog, és eddig 5 gadgetet nyitottunk. Léci, a hatodik legyen már valami más. Új karaktert szeretnék, és más lett. Nem gadget, hanem Star Power. Nincs ott még mindig az új karakter, de ott van a Star Power, srácok. Így menjünk szépen fel a lépcsőn, gadget Star Power karakter, szokásos módon. Úgyhogy srácok, írjátok le a chatra, hogy szerintetek mi lesz a következő item, amit nyitunk, ami egyből ebben a ládában benne is lesz bizony. Mi lesz benne szerintetek srácok? Mi lesz? Lepörgetem az ujjam és dropra! BOOM! Nem! Nem már! Még egy gadget! Te jó ég! 6 gadget és 1 Star Power eddig a 7 új item, amit nyitottunk ezen a karakteren. Hihetetlen! És még egy gadget egyből, egymás után 3 láda beadta eddig, és 53 coin-nal beadta a gadgetet. Nézzük, hogy egymás után sinorba a negyedik láda is beadja, hát ez már nem. De ez durva. Ez bizony durva. Ez nem semmi. 54 megint, most azért nem adja be. 140 coin-nal új item a Big Boxban. Ez nem rekord, srácok, azért ez beteg. Ez durva azért. Ez azért nem semmi. Már jó sok itemnél tarthatunk, mindjárt meg is nézem amúgy. Hihetetlen, srácok, 2 Star Power, konkrétan 2 Jin Star Power a gyereknek, mind a 2 Star Power egy Jinnek. És már nyitottunk, van 8 gadgetet. Brutál srácok, mindent megkaptunk már ettől a fióktól, amire vágytunk, már csak egy új karakter hiányzik. Nyilván ott villog a következő láda is, mert miért ne villogna? És újabb gadget, hihetetlen. 11 új itemnél tartunk, és még 11 megabox van hátra, csak jelezném. Na nézzük meg, hogy esetlegesen ott lesz az új karakter. Léci, add be! És az új Nami gadget is ott van. Nem igaz, hogy nincs ott a karakter, srácok. Hihetetlen! Jó ez a Nami gadget amúgy, nem mondom azt, hogy rossz. Nézzük meg a megaboxot. Kis új taktika. Puff! És 6 item! Kis új taktikát majd eddig egyszer használtam, akkor beadta a 6 itemet, és most használom még egyszer, és megint beadja, srácok. Dropra nyitom. A másik, a bal kezemed levő kis ujjammal. BOOM!
Ilyen van! Ilyen van! Ekopók ez a ládához is, mit szóltok? Kop-kop, van otthon valaki? Van otthon valaki! Lényeg az, hogy van otthon valaki! Tehát, hogy ez a lényeg. Nézzük, hogy ki van otthon. Olyan annyi itemet jutok, már belaggolt tőle a stream, srácok. Nyugi, nem fog többet laggolni, reméljük. Na nézzük, hogy van otthon valaki. Nézzük, hogy van-e otthon valaki. Nézzük, hogy egy karakter van-e otthon, egy gadget, vagy egy star power. Léci! És egy gadget van otthon még hozzá, az új Dynamite gadget, a második Dynamite gadget, a fagyasztós, ami egyébként egy OP gadget, nem azt mondom, jó gadget Dynamite-hoz. Á, de azért jó lett volna valami karakter már végre, viszont még mindig vannak megaboxok. Lesz-e ott egy 11. gadget, és tényleg 13. új item konkrétan? Vagy végre megkönnyörül rajtunk a játék. És ott lesz az új karakter. Nézzük meg, és ilyen van? Nem hiszem el. Mizu srácok, Namizu. 16 új item. Wow. 16 új item, 0 karakter. Á, de kár érte, 14 új gadget és 2 új star power. Elképesztő, srácok. Ez bizony maga az elképesztő kategória. Hát akkor elfordulok, előbb beadta 7 itemet konkrétan elfordulással, meg előtte már jutottunk majd legát elfordulás, ugye egy lega droplétes kromatikot, ugye Colonel Ruffsot. Szóval miért ne forduljunk el megint, eddig már ez nagyon bevált, nézzük is meg, hát nem nézzük el, hanem ti nézitek meg, hogy hány item van a ládában, nyomok rá 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt, talán még 1-et, és hátha pörög valami. Várjál, ilyen bénán nyomta? Ez is 7 itemes! Igaz a teória? Igazott a már 753 teória, srácok? Hát a Primo nem bizonyosította be nekünk. De ha ott lesz mögött egy lega, akkor már bizony bebizonyosodik. Az elfordulás plusz Tomár 753 karakter teória egyben a kettő csodákra képes. Ez most egy 7 itemes megaboxa volt elég, amiből sajnos csak egy super rare és egy rare karakter pörgött ki. Kár, hogy nem jobb, de azért maradjunk annyiba, hogy ez nem rossz. Ez semmiképpen nem rossz, nem mondható semmiféleképpen egyáltalán, de rossznak. Nyugi, srácok. Nyugodtnak kell lenni. Chill. Nyugodtnak kell lenni, igaz? Na, Ott van bizony. Srácok, nyugodtnak kell lenni. Csöndbe kell maradni. Zavarja a ládákat, itt ordibálok, mint egy hülye gyerek. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, a mai napon a figyelmet nektek. Találkozunk holnap. Ciao, srácok, holnap találkozunk. Ciao, sziasztok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok, srácok.